Szevasztok srácok! Na, egy értelmes meccset fogtok látni az IF 8-assal, már a fullos ágyúval. Most megint egyedül játszok, a spanom Soma az most off-olta a votot egyelőre. Eddig vele játszottam egy pár kört, de most így egyedül ez az első olyan, amit úgy azt mondtam, hogy megéri fölvenni. Pont az első lövéstől, a lényeg az látszik. Tehát nem kell az, hogy itt most átmentem a hegyen, meg ilyenek. Aztán beálltam itt medeskedni. Hát, az egy elég szép sebzés volt ott a lövébe. Végre kitapasztaltam, hogy hogy kell játszani ezzel a tankkal. Ezzel az ágyú, ez egy ketrecbe zárt vadállat volt eddig is, ami most igazából kiszabadult. Ez az ágyú már sokkal pontosabb, mint az előző, meg nem is tudom, nem céloz annyi ideig. Azt is könnyűszerrel találom, VK-45-2 alt. Ilyen picit médiumosan kell ezzel játszani. Kimész, oda szúrsz egyet, jössz vissza. Esetleg tornyozol. Már amikor tudsz. Ugyanis az ágyú süllyedése meg az ágyú emelkedése még mindig kétségbejtően szar. Fő az őszinteség. Na, az a lövés elég érdekes volt. Jól láttátok, kicsit mellette ment el, mégis beadta a játék. Érdekes. Itt megpróbálom a sidescrape-et, de hát a 7-es tank könnyűszerrel átlő. Ez viszont még érdekesebb lesz. Fú, sárgán jelezte ki a tornyát, nem tudom, észrevettétek-e. Mindegy. Egyszer van gyereknap, örüljön neki. Hát ez viszont magától értetődik, hogy miért pattan le. T-32 torony, komolyan mondom, undorító az a tank. Egyik 10-es tanknak nincs ilyen toronyfrontja, valami 298 mm, hát... Kicsikét kamunak tartom, de... Végülis, hogyha már az alváz, meg minden más egy papírfos, akkor... Nem azt mondom, hogy megérdemli, de így azért kicsit több értelme van, hogy miért ilyen. Meg ha azt nézzük, az ágyúja is egy kalapszar. Egyedül az ágyú süllyedése jó. Itt pedig kemény vagyok és automatával lövök. Ahogy láttam, ki is gyújtottam. A Karner von csak M103-as lerammolta, aztán pontosabban leütközte, inkább magyar szavakat használnék. És lelopta. Itt pedig Tag Life automata. Meg úgy döntöttem, megkerülöm azt a branchot ott. Tigris van arra fele, egy lőve, meg egy VK-45-2B, ha jól emlékszem, még nem a fullos toronnyal, tehát könnyebb dolgom lesz vele. És annak a tanknak az alját majdnem lehetetlen átlőni még ilyen ágyúval. Komolyan mondom, a Mauznak a hasát egyszerűbb belőni. Na, ott van most. Ugye nem rám figyelt, az volt a szerencsém. Itt is alkalmaznám ezt a egyet lövök, visszajövök trükköt, de mondom, ilyen ágyús ügyedéssel nem egyszerű. Igen, itt pont beleforgatta a tornyát, ez nem volt egy szerencsés lövés, de hát ilyenek is kellenek. A minap ezelőtt, vagy ezután most pontosan nem emlékszem, volt egy olyan meccsem is, amikor lőttem egy Top Gun-t. Tökre buktuk a meccset, de azért voltak túlerőben, mert ilyen egylövéses 7-es tankjék voltak. Én meg aktivizáltam magam, aztán... Ja. 400 HP-val. És arra a meccsre tankázt adott, 4500 sebzésre. Azt nem is vettem föl, mert ugye nagyon hosszadalmas volt. Itt meg, ha jól emlékszem, többet lövök, aztán erre meg másodosztályt adott. Elég cifra dolgokat tud művelni ez a játék. De nem baj. VK-t pattintom. Megint pedig szerencsés szögből nem is a kupolájára, hanem a tornya tetejére rá tudtam ejteni a lőszert. Szerintem a parancsnokát azt úgy likvidáltam is. Itt pedig megint egy makkos lövés. A lővébe. És nyertük is a meccset. Csak kb. Nem is tudom, 2-3 lövést nyeltem be, inkább 2-t. A HP-m nagy része most megmaradt. Ott is van 4700 pluszos kör, meg egy szolid majdnem 2000 blokk és Confederate medál. 6 különböző tankot tankba lőttem bele, és nem én nyírtam ki őket végül. Meg a Mark of Excellence-el is szépen haladok a második felé. Köszi, hogy néztetek, sziasztok!